Ma van Fábia a másodika, alig várom, hogy nedved, amíg fejbe adjam. Iszkorok, milyen idő lesz, minden érelmünk elfogyott. A kaposvári Petőfi Sándor központi óvodában régi hagyomány már a macis hét. Ezekben a napokban a gyerekeket számos színes program várta. Mindenki hozta otthonról kedvenc maciát, amik részben a csoportokba költöztek be, a gyerekek játékának, tevékenységeinek az életébe, részben a kiállításunkra. A gyerekek egész héten a medvék típusait, élőhelyét, életmódját, jellemzőit gyakorolták, tanulták, nagyon sok ismeretbővítés, tapasztalatszerzés volt benne játék közben a csoportokba, illetve elmélyültek a mackok, mesevilágába, zenei anyagokat kötöttek hozzá. Sőt, macikból nyílt egy kiállítás is. Ide egy belvárosi játékból tulajdonosa hozta el különleges gyűjteményét, amit egész héten megtekinthettek a gyerekek és a szülők. Nagyon régóta gyűjtöm, igazából közös szenvedélyünk a férjemmel, mert nekünk van egy játékközletünk, és akkor innétől megvan két lányunk, akik imádták a macikat, és akkor így jött a dolog, hogy akkor egyik jött a másik után, akkor még egy, és akkor lett már sok száz belőle, és van egy különlegességünk, ez a fából készült maci, őt Nürnbergből hoztam, mert minden évben nürnbergi játékkiállításon ott vagyunk. A hét eseményeinek összefoglalásaként ma a maci csoportos óvodások köszöntötték a többi gyermeket, akiknek egy kis műsorral is kedveskedtek.